5 évesen kezdett jégkorongozni, 6 évesen pedig már a Ferencváros igazolt játékosa volt. 1997-ben magyar bajnoki cím, majd abban az évben megválasztották az év jégkorongozójának Magyarországon. Később irány Németország, majd pedig Észak-Amerika. De a többiről beszéljen maga Szuper Levente. Igen, hát a jó Isten megadta nekem azt a lehetőséget, hogy bejárhattam a félvilágot, de azért itt a sok siker mellett azért kiemelném a magyar válogatottat, szóval annál nagyobb élmény nem volt tényleg, hogy az ember a hazáját képviselte a legjobbak között. Nagyjából egy éve találkoztunk egy tévéműsor forgatásán, pont előtte estél át egy hajátültetésen. Szerinted mennyit fogyaszt? Már hallottam. Kösz. Mostanra pedig már hát elég komoly bozót nőtt fejednek tetején. Igen, és ez nagyon nagy öröm, ugye főleg azért, mert ugye az ember nézegeti a kiskori képeit, szóval nekem tejfölszőke bozontos hajam volt mindig, és aztán gondolkoztam azon, hogy lehetne megint esetleg ilyen, és akkor találtam rá a Hair Hungary-re, egy nagyon profi csapattal tudtam ott együtt dolgozni, annyira profi és közvetlen volt a légkör, hogy és olyan jó lett az eredmény utána, hogy mindenképpen megérte, és csak ajánlani tudom. Így, hogy nagy hajad lett, változott valamit az életed? Most tényleg olyan jó érzés, mondják a barátaim, ismerőseim, szüleim, hogy ez igen, ez tényleg megérte, és most már kezdek hasonlítani a tinédzser önmagamra. Pontosan hány napig tartott a műtét? 2,5. 2 nap az úgy, hogy reggeltől késő délutánig. És a harmadik az pedig tényleg csak reggeltől délig, kora délutánig, szóval nem volt egy túlságosan megerőltető dolog, főleg úgy, hogy az ember utána már látta, hogy mi az eredmény, és ha még nagyobb bajom lenne, akkor ugyanúgy végigcsinálnám megint, mert az eredmény önmagáért beszél.